Ahhoz képest, ami volt 5 vagy 4 éve ezelőtt, többen jönnek, többen jelentkeznek tanulni a magyar karra is, az egyetemre is. És ez jó. Az, hogy már ha jelentkeztek is nálunk tanulnak, hogy elmenjenek, hát ilyen azért nagyon nagy ritkaság. Talán 1-2 diákot tudok visszaemlékezni az utolsó 2 évben, aki így képzés közben átment egy másik egyetemre. Volt az egyik elment Prágába, a másik elment Budapestre. De többnyire, ha már elkezdték, akkor be is szokták fejezni. Nem ez a gond. A gond inkább az, amikor befejezik, hogy hová fognak menni. Hál' Istennek abban a szempontból, hogy munkahelyetőség Kárpátán van sok diplomás végzősöknek, ez egyértelmű. A bacheleri szint után mindegyik diákunknak megvan a lehetőség, hogy már dolgozzanak az iskolákban. Na most mennyire elégíti ki őket az a munka és az a bér, amit ott kapnak, ez egy másik kérdés, de az első munkahelyük a mi végzősnek többnyire ez az iskolák. És ez nagyon jó, mert ezért is jöttünk létre, hogy főleg tanárokat képezünk a magyar nyelvű iskolák számára. Viszont azt látjuk, hogy amikor megkapják a mesterképzést, akkor már többnyire azt nézik, hogy milyen a munkalehetőség, milyen béreket kapnak, és nagyon sokan akkor már utaznak kifele külföldre. Nem csak Magyarországra, hanem nagyjából egész világszerte vannak már diákaink. Szóval ez egy komoly probléma, de a probléma inkább az, hogy az életminőség Kárpátán hogy változik, és nem csak a bérről beszélek, hanem a politikai és a szociális helyzetről is. Ez a bonyolultabb kérdés, de ha arról kérdez, hogy mennek el a felsőoktatásba a diákok, hál' Istennek ezt mi nem tapasztaljuk.